Kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió Műhely című magazin műsorának nézőit, hogyha ebben a nagyon melegben éppen nem a vízparton hűsölnek, akkor érdemes lesz velünk tartani sok hasznos információt. Igyekszünk majd megosztani önökkel a következő időszakban. Hamarosan beszélgetünk majd a Szavária Történelmi Karnevál programjairól, hiszen már célegyenesbe vagyunk, hiszen augusztus utolsó, nagyjából utolsó hétvégén lesz ez a rendezvénysorozat. Aztán, amiről beszélünk még, az egy közelebbi program, az izalmi szabadtéri játékok záró hangversenyein egy igazán különleges programnak lehetnek részesei azok, akik részt vesznek rajta. Aztán, ami még szóba kerül a mai műsorban, az a Roma Alkotótábor, amely most már harmadik alkalommal zajlik a városban, a Herényiek házában. Fergovics Józseftől és Szent Martintól tudjuk majd meg, hogy ki mindenki van itt, mivel foglalkoznak az alkotók, és milyennek az egész programnak a legfőbb célkitűzése. Aztán beszámolunk még egy koncertről is, egy különleges szerveződés, családi baráti szerveződés, mondhatnánk most már azt is, hogy hagyományosan Bozsokon szervez programsorozatot, mi is ott jártunk, megmutatjuk majd, hogy mit láttunk. Ezek lesznek tehát a témáink, tartsanak velünk! Én tisztelettel köszöntöm a stúdióban, vágjunk is bele Grünwald Stefániát, a Szavária Történelmi Karnevál Kosszasznó Közalapítvány, jól mondom? Titkárát. Egyébként a Szavária Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető. Tehát, mint a rendezvényt szervező Szavária Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Stefi. Nem tudom, hol kezdjük, mert hogy augusztus 24, 25, 26, 27, és a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy közel 300 program lesz, ami várja majd az érdeklődőket ezen a 4 napon. Beszéljünk praktikus információkról először talán, tehát már lehet jegyet venni a felvonulásra, ha jól tudom. Így van, a Turinform irodában már a hét elejétől, illetve múlt hét végétől lehet vásárolni jegyeket, és majd a jegyvásárlási lehetőségre még bővebb körben is sor kerül, hiszen augusztus 14-től feláll a főtéren már az információs pavilon, és ott minden, ami a karnevállal kapcsolatos információ, ajándéktárgy, jegy, és minden, akár még jelmez is beszerezhető lesz. No, tehát most már aki akar, az ezek szerint indulhat és vásárolhatja a jegyet, na de mire? Mi minden lesz a karneválon? Ugye a szombathelyek azért el vannak kényeztetve legalábbis a karnevál tekintetében, hiszen a karneváli események közül összesen 3 olyan helyszín van, ami belépőjegyes, és a programok nagy része, tehát mondhatni 90%-a ingyenesen látogatható. Hát akik már gyakorlott karneválozók, akkor ők tudják, hogy a fő helyszínek, azok természetesen továbbra is várják majd az érdeklődőket, a főtéren a nagy színpad, a Ferences kertben a Casa Militaria, azaz a hagyományőrző katonák, illetve fegyveres csoportok bemutatói lesznek majd láthatók, a piciket, családosokat, kisgyerekeket várja a Gájer Park a kalandvárral, új helyszínként, vagy régi új helyszínként ismét jelentkezik a zsidó udvar, a zsidó hitközség udvarában, aztán a borok kedvelőit várja ismételten a Borok utcája, a sörösöket a sörtér, akik pedig kicsit csendesebb dolgokra vágynak, illetve szeretnének elmélyülni a különféle művészetekben, őket a Művészetek utcája. Aztán táncos helyszínként ismét lesz keleti udvarunk, és ugyan már eddig is működött, de idén önálló színpadot is kap a civil korzó, ahol elsősorban civil szervezetek fognak bemutatkozni. Most már nem csak tevékenységükkel, illetve nem csak papíron, illetve standokon mutatják be, hogy mi mindent csinálnak, hanem színpadi produkciókon keresztül is meg lehet őket ismerni. Akkor, ha jól sejtem, a Ferences templom mellett lesz majd még egy plusz színpad, vagy hol lesz a civil korzó színpada? Igen, a betájolás jó, csak kicsit hátrébb a Borostyánkő áruház irányába, tehát a Ferences rendház hátulja felé, hogy a színpadok ne zavarják egymást, azért megfelelő távolságban fogjuk elhelyezni őket. Jó. Magyar udvar.
ez van még a programok sorában, ami viszonylag újnak tűnik. Abszolút idén lesz először. Ez két néptánc együttes kezdeményezésére jött létre, akik úgy döntöttek, hogy azokat, akik szeretnének a karnevál alatt énekelni, táncolni, elsősorban magyar néptáncokat járni, őket egy helyszínre, a Sörpatika udvarába fogják összehívni, hiszen nem tagadás, hogy a kezdeményező itt az Ungareszka táncegyüttes volt, Szombathely egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező néptáncegyüttese, tehát ők eddig is jellemzően fellépői és szereplői voltak a karneválnak, de hol itt, hol ott tűntek fel, most egy állandó helyszínen lehet majd velük találkozni a karnevál során, de természetesen a felvonulásban... Sok kis csoport feltételezem, amelyik az Ungareszka huldudvarába tartozik, igen, őket igen. Nézhetik majd meg az érdeklődők. Ami belépő egyes továbbra is, akkor a ferences kerti programok, illetve a karneváli felvonulás ülő helyszínei. Így van, és majd a Karnevál Színház, ami szokás szerint felvezeti az egész rendezvényt. Augusztus 17-én lesz az első előadás, és utána augusztus 20-áig minden este, majd a karnevál napjaiban ismételten minden délután lesznek Karnevál Színházi előadások a Vörös Sándor Színház szervezésében. Minden évben vendégül látja a karnevál a testvérvárosi küldöttségeket, idén a kiemelt kapcsolat, az pedig Varasd lesz. Ugyan Varasd nem testvérvárosunk, de nagyon régóta jó kapcsolat, és nagyon sok szál fűzi össze a két várost, mind turisztikai, mind kulturális területen. Úgy van is egy, sajnos a karnevállal egy időben zajlódó programjuk ott, amivel mi nagyon régóta kooperálunk. Többek között együtt szoktunk meghívni nevesebb nyugat-európai előadókat, akiknek az úti költségét sem ők semmit nem tudnánk amúgy önállóan kifizetni. De most úgy döntöttünk, hogy kölcsönösen bemutatkozunk egymásnál, ők jönnek hozzánk a Szaverja Történelmi Karnevára, és mi majd, miután a karnevál alatt nem tudunk náluk lenni, ezért majd szeptember végén a Varasdi Barokk Fesztiválon fog Szombathely reményeink szerint nagy sikert aratni. 100 éves a Kanizsai Dorottya Gimnázium, és ők is csatlakoznak egy programmal a karnevál rendezvényeihez. Ez külön a szívem csücske, hiszen én is valaha kanizsai diák voltam. Ők a Csodák folyosóját nyitják meg a karnevál alatt. Eddig is használtuk elsősorban háttérintézményként a gimnáziumot, de most a nagy közönség is bemehet majd, és megnézheti különféle természettudományos dolgokat, amelyek népszerűsítik egy kicsit mind a gimnáziumot, mind az ott elsajátított tárgyakat. Sokszor volt itt a műhelyben Sinkó Andrea tanárnő, aki nagyon népszerű módon próbálja a gyerekekhez közelebb vinni a fizikát, ami egyébként nem egyszerű dolog. Nem vannak a szíve csücske. Illetve még egy aktuális vonulata is lesz a karneválnak, hiszen Európa Kulturális Fővárosa címre pályázik 2023-ban Szombathely is, és itt lesz először egy, ha úgy tetszik, a nyilvánosság számára is elérhető fórum a Kulturális Fővárosa program szervezésnek. Igen, a pályázati kritériumok között nagyon fontos hangsúlyt kap az úgynevezett társadalmasítás, mégpedig az, hogy a jelentkező város minél nagyobb mértékben tudja a saját lakosaival is elfogadtatni azt a pályázati feltételt, és azt a pályázati kritériumot, vagy elképzelést, amit a város majd a 2023-ban itt szeretne megjeleníteni. Tehát itt az a lényeg, hogy a civil lakosság minél nagyobb részben fejthesse ki véleményét, mondhassa el az ötleteit, és ennek érdekében már augusztus 14-én, tehát a karnevál információs pavilonnal egy időben megnyílik egy úgynevezett EKF stand is a főtéren, ahol bárki ötleteket tehet, elmondhatja javaslatait, különféle felméréseket végzünk, kíváncsiak vagyunk arra, hogy mely az a városnak az a része, amit a lakosság legszívesebben fejlesztene, mi az, ami véleményük szerint kevésbé méltó erre, melyek azok a kulturális ágak, amiben a legtöbb fantáziát látják. És hát természetesen a cél az, hogy minél több fiatalt szólítsunk meg az EKF tekintetében, hiszen ők a város jövője, és azt a jövőt, amelyet majd a reményeink szerint ez a 2023-as évvel indít, ők fogják továbbvinni és folytatni. Még egy aktuális az idei Szent László éve, és hát természetesen a karnevál, amely egy történelmi hagyományőrző rendezvény, a Lovag Királynak is figyelmet szentel.
Igen, próbálunk mindig az adott év aktualitásainak megfelelni, tehát így a Ferences kertben, illetve a gyerekhelyszínhez is Szent Lászlóhoz kapcsolódó programok lesznek, illetve még egy évfordulónk van, kerek évfordulónk, Arany János 200 éves, tehát őt is megidézzük akár a Művészetek utcájában is, a gyermekhelyszínen is, tehát és illetve még a Zsidó udvarban is. Tehát aki odafigyel ezekre az évfordulókra, úgy gondolom, hogy mindenki talál magának kedvére való programot. Én csak itt szétszórtan mondom, amit látok. Beszéljünk talán még a koncertekről, amik sokakat érdekeltek. Kik azok a vonzó nevek, vagy melyek azok a vonzó nevek, amelyekre érdemes lesz ellátogatni? Három nagy színpad várja most is az érdeklődőket, amelyeket reményeink szerint és elképzeléseink szerint váltásban fogunk működtetni. Tehát aki amilyen programot kiválaszt magának, akkor be tudja úgy osztani az idejét, hogy mindig odaérjen az őt érdeklődő programra. A főtéren a Honeybeast adja majd a kezdőkoncertet, ők nyitják a fesztivált, aztán rögtön az első napon a Soulwave, akik ugye most itt a dal döntőjében nagy sikereket értek el, és azóta népszerűségük csúcsán vannak, ők fognak itt egy kicsit helyi színekben is zenélni, aztán szombaton este Geszti Péter csapatát láthatjuk. Vasárnap egy elég érdekes stíluskavalkád lesz majd a főtéren, hiszen a ragtime-tól, a jazzig, a szimfonikus zenéig minden hallható lesz egymás után. Ezt egy kicsit próbáltuk már komolyabbra hangolni ezt a napot, illetve a főtér ilyenkor már a lecsendesedésé, és éppen itt az előbb Kisbarna igazgatóval beszélgettünk, hogy ők lesznek azok, akik az árórát, illetve a takarodót elhúzzák, vagy elfújják majd a főtéren, de ez nem azt jelenti, hogy menjenek haza a látogatók, hiszen a Borot utcájában majd még egy nagy zárókoncerttel folytatódik a karnevál. És akkor, hogy a Borok utcájában kiket láthatunk, Ripov Raskolnikovot a jellegzetes, nagyon rekettes boros hangjával, aztán Pápai Jocit, aki szintén tehetségkutató, nagy felfedezettje, vendégünk lesz Herzku Ági a bandával, most egy-egy nevet ragadok ki csak hirtelen, akik ugye szembe jutnak nekem is a szórásból. És a harmadik színpadra rátérve pedig a Sörtérre, ott ugye az a koncepció, hogy elsősorban hazai, szombathelyi, vasi vagy vasi gyökerű együttesek mutatkozhassanak be. Úgyhogy itt is lesznek nagyon fiatal feltörekvő csoportok, de akik már kicsit befutottabbak, például a Mesztelen Diplomaták, vagy a Petruska András zenekara, és hát a nagy öreg rockerek emlékzenekarai szintén a Sörtéren lesznek majd hallható. Köszönöm szépen, kapható, vagy nem kapható, hanem elérhető már az a külön szám, amely a karnevált hagyományosan ajánlja az önök figyelmébe. Néhány programváltozás ugyan van, de a lényegi része a karneválnak benne van ebben a programfüzetben, amit most elfelejtettem magammal hozni, pedig nálunk is van már egy tucat. Úgyhogy aki szeretne részletesen is tájékozódni, egyrészt ebből a kis füzetből, másfelől az interneten is megtalál minden hasznos információt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Kedves nézőink, és akkor egy közelebbi programra hívjuk fel az önök figyelmét. Bogányi Gergely lesz az Ízelmi Szabadtéri Játékok soron következő vendége. Vele készült egy riportfilm, amelyben Vásári Tamás is elmondja a véleményét arról a bizonyos csodazongoráról, amitől nagyon sokáig volt hangos a magyar könnyű, vagy magyar komoly zenei élet, és hát reményeink szerint lesz is még, de akkor meg már a világ sajtó. Ez az, amit minden zongorista megálmodik, hogy egy olyan lova legyen, ahol ugratni tud, és a közösséget beugratja, és úgy tesz, hogy
hát hoppá, ez a hang szól, ez a hang énekel, pedig a valóságban fizikailag ez nem lehet. Na hát ehhez kell azért az a zongora, ami valahogy megadja a fizikai lehetőséget arra, hogy a lehetetlent megcsinálj. Hát ez a, az a Bogányi-féle zongora. Hát igen, szóval szeretjük azt, hogy van ereje egy hangszernek, ennek van ereje, és főleg egy óriási élmény, hogy most ugye első ízben egy nyilvános koncert lesz itt a Zene Akadémián, a Magyar Zene Szentélyében, ebben a gyönyörűséges és olyan sok történelmi háttérrel rendelkező épületben, teremben. Szeretném kihangsúlyozni a teremnek a lelkét. Az, hogy önmagában egy nagyszerű akusztikájú terem, ugye nagyon sokat látunk a világban modern koncerttermeket, amiknek kiváló az akusztikája. Viszont sok esetben van az, hogy nem sikerül elkapni egy olyan spirituális tartalmát a helységnek, ami szintén számít. És hát ha valahol, akkor itt a Zene Akadémia nagy termében ez élő valóság. Jó érzés az, hogy most ugye kicsit már gyakoroltam, és hát nagyon jól érzem magam a zongorával. Ezen Bogányi Gergelyt élőben is meghallgathatják az Izalmi Szabadtéri Játékok Program sorozatának záró rendezvényében. Én tisztelettel köszöntöm a stúdióban Kis Barnát, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatóját és Kis Márton zongora művészt. Szervusztok! Mielőtt rátérnénk a Bogányi koncertre, egy kicsit tekintsünk vissza, hiszen ez a záró koncert lesz az Izalmi Szabadtéri Játékok Program sorozatára. Köszönöm szépen! Hát túl vagyunk három rendezvényen, amiből kettőt igazán sikeresnek könyvelhetünk el. Az opera és a rock szimfónia az abszolút közönségsiker volt, mind látogatottságában, mind visszhangjaiban. Sajnos az Experience-re csak azt tudom elmondani, hogy látogatottságban volt fantasztikus, tehát ház várta, hogy az eső után helyre tudjuk állítani a színpadot, de sajnos ez nem sikerült, és ezért ez az előadás elmaradt. De pótolja az Experience-re. November 28-án van a szombathelyi időpontjuk, és akkor az Agórában lesz majd látható, hallható ez a Gyöngyhőlány Baladály című produkció. A jegyek érvényesek erre az előadásra, vagy hát aki úgy gondolja, hogy nem tud eddig várni, vagy nem bizonytalan a megjelenésében, akkor őt természetesen most a héten még módunk áll visszatéríteni, visszaváltani egyet, illetve szeptember folyamán még lehetőség nyílik erre. Szeptember 30-án szeretnénk lezárni ezt a történetet, hiszen a tervezést azt tudnunk kell, hogy körülbelül hány nézővel számolhatunk majd novemberben. De mondom, eddig kettő egyre állunk, az annyira nem rossz. Nem rossz így nyáron. Annyira nem rossz, bár lehetett volna egy kicsit jobb is, mert nagyon bosszantó volt, hogy a startnál. Na lehet, ezeknek a nyári szabadtéri rendezvényeknek ez nyilvánvalóan a sajátja, hogy ez benne van a pakliban, hogy sajnos úgy mondjam, igen. Na most holnap egy igazán kuriózumnak mondható rendezvény várja az érdeklődőket. Igen, hát Bogányi Gergely elkészítette az előbb filmben is látott zongoráját, és az idei évben zajlik ennek a turnéja, országos turnéja, és úgy gondoltam, hogy az Izom játékok az egy igazán méltó helyszín lenne arra, hogy Gergő itt szombaton is megmutathassa ezt a hangszert, úgyhogy aztán a tárgyalások oda
vezettek, hogy a holnapi napon este 9 órakor ott fog állni az Izom színpadán, és hát, hogy mi fog történni, ezt reméljük a film alapján a legjobbakat. Mi mindent hallhat majd a közönség? Természetesen Gergely jellemzően Chopin és Liszt. Hát tudjuk róla, hogy játszott olyan Chopin ciklust, hogy elkezdte a Műpában, és 5 vagy 6 napon keresztül játszott, és az összes Chopin művet eljátszotta. Ebből most azért nem kell megjegyezni, mert csak egy válogatást hoz. És Liszttel is azt hiszem, hogy hasonlóképpen áll, tehát kevés olyan Liszt darab lehet, amit ő nem játszott volna, és egy Liszt válogatás van a másik oldalon. Igazán népszerű és ismert Chopin és Liszt darabok fognak elhangzani. És akkor Marcit arra kértem, akiről időközben megtudtam, hogy már játszott is egy ilyen zongorán. Mitől csoda zongora ez a hangszer, Marci? Én Budapesten az Ária Hotelben álló zongorán játszhattam egy olyan 4 órát, és először én is kicsit szkeptikus voltam ezzel a hangszerrel kapcsolatban, hiszen mondják, hogy ha valami jól működött 200 évig, akkor még mit lehet rajta javítani. És utána leültem ez a zongorához, és tényleg nem csak a kinézete futurisztikus, hanem az egész hangzásvilág és maga a zongora, a billentéstechnika és minden gyakorlatilag csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Kicsit azt is mondtam, hogy olyan, mintha rátenném csak a zongorára kottet, és a zongora maga lejátsza a darabot. Hihetetlenül jól kezelhető zongora, és hát Bogányék ezt 7 éven keresztül fejlesztették ezt a zongorát. Nagyon sok korábbi előtt, például Beregszászi, a nagy magyar zongora készítő volt az egyik ilyen példakép, és hát persze mellette Bogányinak ugye az egyik ideája, hogy Lisztet és a Liszt hangzást próbálja valahogy létrehozni, és az zongora arra is hajaz, hogy minél inkább strapabíróbb legyen, és minél nagyobb hangja legyen. Tényhető a zongora, ahogy a klasszikus lészeket szoktuk látni. Említettél egy szerintem klassz mondatot, hogy ami 200 évig jól működött, akkor mi vezeti Bogányi Gergelyt, vagy vezette a te tudomásod szerint arra, hogy egyáltalán belefogjon ebbe az újító kísérletezésbe, aminek aztán a végeredményét már hallhatja a közönség? Ezt a két dolgot, ezt a liszti hangzásvilágot és a zongorának a felépítését próbálták valahogy ötvözni. És ez az egész futurisztikus kinézet, tehát ezek a hajlított lábak, ugye az, hogy 2 lába van, nem pedig 3, ahogy megszokhattuk, akkor ez az egész új ülés, hogy gyakorlatilag nem egy rendes zongoraszéket látunk, hanem gyakorlatilag egy padot, és az a pad is a zongora akusztikai világának a része, hogy hogyan dobja ki a hangot a nézőtér felé. Az egész zongorának az a lényeg, hogy egy minél nagyobb, minél tisztább hangzásvilágot adhasson, és az az egész formavilág, ez a futurisztikus megjelenés mellett ezt is szolgálja, hogy minél inkább a közönség felé vetődjön ki a hang, nem csak fölfele vetődik ki, ahogy a zongorákon megszoktuk, ugye a tetőn keresztül a közönség felé, hanem lefelé is ugyanúgy terjed a hang, tehát egy sokkal nagyobb és masszívabb hangtömeget kaphatunk mi itt élőben. Az, hogy futurisztikus a külseje, és kevesebb lába van, mint amit a zongoránál megszoktunk, az nem csak, ahogy mondjam, nem csak a léggömb része, hanem annak bizony funkciója is van. Igen. Illetve, ha jól tudom, akkor az anyaghasználat is fontos. Igen. Ebben a tekintetben, a fa, illetve ez a fémötvözet, hát ez közötti különbség. A fa gyakorlatilag nem található meg ebben a zongorában, csak az ilyen nagyon kiegészítő részeken. Az egész rezonancia felület, ez egy karbonkompozitból van. Igazából azért használták ezt, mert sokkal kisebb a hiba aránya, mivel az egész előállított anyagból van, és mesterséges anyagból van, ezért nincsen benne azok a természetes hibák, mint például mondjuk egy fában van, amit ugye fából csiszolnak éveken keresztül, vagy vágogatnak le, abban mindigben van a fának a természetes szépsége, viszont ebben a karbonkompozitban gyakorlatilag tényleg egy darabban van az egész. Igen, és ez az egész gyakorlatilag ez így kikerülik ezt a kis elhanyagolható hibát, és ettől lesz még tökéletesebb ez a zongora. Mi adás előtt beszélgettünk, és szeretném, hogyha ezt a nézőkkel is megosztanánk, mert én nagyon sok izgalmas vagy érdekesnek tűnő információt kaptam tőled, zongora művészként is. Tehát azt kérdeztem akkor, és ezt most így nagyobb nyilvánosság előtt is felteszem, hogy lehet-e ennek a zongorának nemzetközi karrierje? Én először, mint ahogy az elején is mondtam, én kételkedtem abban, hogy mit tud pluszt adni ez a zongora. De aztán miután játszottam rajta, és meghallgattam a felvételeket is róla, amik ott készültek élőben, azt mondom, hogy mindenképpen tud adni egy pluszt ez a zongora az egész világnak, hiszen tényleg egy olyan
plusz lépcsőfokot léptünk meg ezzel az zongorával és Bogányi Gergely segítségével, amit addig nem tapasztaltunk a zongorán belül, a zongora világán belül. Nyilván nagyon nehéz elterjeszteni egy teljesen új típusú zongorát, amikor minden koncertterem Stanwayekkel és Bösendorferekkel van tele, és ebben nagy szerepe lesz most Magyarországnak is, és a magyar államnak is, hogy az a 10 zongora, amit most elkészítettek, és Magyarország különböző pontjaira kerülnek, például Debrecenbe, Pécsre, az Operett Színházba, a Műpába, és emellett Bogányi két külföldi tanulmányi színhelyére is, Moszkvába és Helsinkibe, a Sibelius Intézetbe, hogy ott ez a zongora megragadjon, és minél inkább hírét vigyék, hiszen ez tényleg szerintem csak akkor hiszi el az ember, hogy ez annyivel jobb, hogyha tényleg élőben hallja. Úgyhogy ezért is biztatok mi mindenkit, hogy holnap bármennyire is szkeptikusak esetleg, jöjjenek el és hallgassák meg, nem csak Bogányi Gergely és a nagyszerű zongorajátéka miatt, hanem a zongora miatt is érdemes most kimenni. Még egy érdekes dologról beszélgettünk korábban, hogy említetted, hogy maguk a művészek is, ahogy te magad is szkeptikusan ültél a zongora mellé, illetve hogy nyilván a zongorista ide-oda, amoda vetődik a világban, és akkor ezzel, azzal, amazzal a hangszerrel találkozik, és mondtad, hogy azért van egy irányultság, ez hogy is van? Ugye minden zongorista próbál egy olyan hangszert otthon tartani, mint gyakorló hangszer, ami a leginkább közelít a hangversenytermekben található zongorákhoz. Mi nem úgy vagyunk, hogy van egy darab hegedű mondjuk, és ezzel bejárjuk a világot, nekünk nincs egy darab egy zongoránk. Igen. Hónod alatt bár vannak olyan, akiknek... Igen. Pondrásnak 3 vagy 4 ilyen hangszere van, amit hordoznak utána a világban, és pontosan amit játszani fog, ahhoz megfelelő zongorát kér, de hát ehhez Schiff Andrásnak kell lenni. Igen. Tehát mi nem vagyunk ilyen helyzetben, hogy mindig ugyanazzal a hangszerrel játszunk. Épp ezért ez a Bogányi hangszer, amiért ennyire jó, ezért egy kicsit hátrány is, hogyha ezen gyakorolnánk mondjuk otthon, mint zongoristák, akkor egy másik zongorán meglepő lenne utána a különbség. Nekem is meglepő volt, hogy utána délután elmentem gyakorolni, és, nem kaptad ugyanazt, és két órája még működött ugyanaz, ami most már nem, és egy kicsit ilyen fura volt, hogy tényleg ekkora különbség van visszafele, viszont hogyha tényleg koncertemletben van, akkor egy óriási plusz tud nyújtani a zongoristának is. És itt tényleg a zongorista és a zongora egymás javát szolgálják, hiszen nekünk is öröm, hogyha egy jobb hangszeren játszhatunk, mint mondjuk otthon. Akkor ezek szerint nekünk meg jobb lesz holnap egy különleges hangzásvilágú zongorán meghallgatni azokat a darabokat, amiket már más fából készült hangszereken meghallgathatunk. Én nagyon szépen köszönöm a programajánlót, neked meg Marci szakszerű útmutatást erről a hangszerről. Neked elhisszük, hiszen megfogtad, illetve játszottál is rajta, hogy ez igazán extra lesz. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, 60-nál is több résztvevővel rendezték meg a 4. Bozsoki Zenei Fesztivált. Ennek a komozenei kurzusnak a különlegessége az, hogy egy fiatal családi baráti társaság szervezi. A nagy érdeklődés az nem csak a rangos művésztanároknak szól, hanem nyilván a helyszínnek is, hiszen azt mondják a résztvevők, hogy a bozsoki környezet, ez a gyönyörű környezet még a közös zenélést is oldottabbá teszi. Vannak szimfonikus zenekaros kötődései ennek a programsorozatnak, és itt Madaras Gergely például az egyik kurzusvezető tanár, akit meg is szólaltatott a Naébolya a következő interjúban, ezt is, vagy összeállításban ezt is láthatják, hallhatják. A csellista fiatalok rövid produkciójával kezdődött a Bozsoki Zenei Fesztivál záró koncertje, amelyen a 10 napig tartó kurzus legkiválóbb hallgatói mutatkoztak be. Bánkövi Bence 14 éve csellózik, most végezte az első évet a Zeneakadémián. Amit ez a kurzus ad nekem, az főként az, hogy kicsit elszakadni a fővárostól, hogy én budapesti vagyok, és ez a 6 óra, amit én Varga István tanár úrtól itt kaptam, ez egy nagyon jó felkészülési folyamat volt most erre a záró esti koncert, ugye a kurzusnak a záró koncertjére. A cselló mellett zongora, hegedű, fuvola és csemballó hangszeres kurzusra jelentkezhettek a fiatalok, emellett kamarazenélésre is volt lehetőség. A 62 résztvevő Európa különböző országaiból érkezett, szinte valamennyien konzervatóriumi hallgatók vagy zeneakadémisták, akik Bozsokon a londoni, a berlini és a budapesti zeneakadémia nagynevű professzoraitól és művészeitől vehettek órákat. Minden délelőtt 10-től ebédig vannak ilyen egyszemélyes órák, amit persze bárki hallgathat, tehát be lehet ülni másnak az órájára is.
utána van egy ebédszünet, és utána délután is van tanítás, és ezután esténként minden este most felépítettünk egy koncert tematikát, és minden este van 8-kor egy koncert. A 4 éve indult szeminárium mára nem csak délutáni és esti koncertekkel, hanem kulturális és sportprogramokkal is színesített fesztivállá bővült, de a kezdetek óta ugyanaz a fiatal társaság szervezi. Nem egy szervezet vagyunk, hanem leginkább barátok és testvérek, akik összeálltunk és próbáljuk ezt az egészet menedzselni. 25 éves a testvérem, aki a legidősebb szervező, úgyhogy tulajdonképp semmi tapasztalatunk nincs még, csak amit itt tanultunk az évek során. Viszont ettől van egy olyan spontaneitás az egész fesztiválon, ami egyedi, reméljük, hogy jó értelemben. Az idén először karmesterkurzust is indítottak, amelynek résztvevői egy ifjúsági világzenekarral próbálnak. Az együttes tagjai több mint 10 különböző országból érkezett zenészek, akik itt készülnek fel következő projektjükre. A Sziget Fesztivál komoly zenei színpadán adnak koncertet minden este. Pont ezt az egyenletlenséget, ami abból fakad, hogy ugye annyiféle helyről jövünk, annyiféle kultúrából és annyiféle háttérből, kiegyenlíti az, hogy tulajdonképpen ez a pár nap egy ilyen hosszantartó eufória, amikor hihetetlen gyorsan, gyors kapcsolatok alakulnak ki, nagyon intenzív műhely munka folyik a próbákon, tehát naponta itt 6 órát próbálunk, együtt eszünk, együtt iszunk esténként, beszélgetünk zenéről, nem zenéről, és így kialakul egy olyan társaság, aki aztán a színpadon tulajdonképpen ezen az alkalmon még jobban belead apait és anyait. A hallgatók egy része már visszajáró vendég, azt mondják, a gyönyörű környezet a közös zenélést is oldottabbá teszi. Én úgy veszem észre, hogy amikor itt lépek föl, itt Bozsokon, a fesztivál keretei, vagy a kurzus keretein belül, akkor itt szinte lehetetlen úgy izgulni, mint mondjuk Budapesten, mert valahogy ez az egész, ennek az egésznek az aurája, ez egy nyugodtabb lelki hangulatot ad, ha szabad így mondjam. A fiatalok Bozsokon, Kőszegen, Cákon és Szombathelyen is koncerteztek a kurzus ideje alatt. Aki az idén lemaradt, jövő nyáron biztosan hallhatja majd őket Vas megyében. Kedves nézőink, hamarosan mutatunk majd képeket is, mert hogy beszélgetni fogunk képzőművészetről, meg zenéről, amit így elég nehéz szóban visszaadni, de hogy harmadik alkalommal zajlik már a Művésztelep a Herényiek házában. Én tisztelettel köszöntöm a vendégeinket, Ferkovics Józsefet, aki ennek a művésztelepnek a, hogy is mondjam, lelke, életrehívója és működtetője, illetve Szent Martint, aki majd egy koncerttel is megörvendezteti a szombathelyi közönséget pénteken este 7 órakor a Szent György templomban. De hát akkor kezdjük itt, hogy is kapcsolódik most ez a rendezvénysorozat Szent Martinhoz. Ferkovics úr művésztelepe 3 éve működik, mi 7 éve kezdtük el, és a Szent Martin művésztelep, ami egyébként egy kicsit ide ki is rajzolódik az alsó táblán, 40 művész eddig látogatott el hozzánk Magyarországról, külföldről, különböző helyszínekre. Rudabányán kezdtünk, az akteleki koncertünk miatt. Ez volt 7 évvel ezelőtt, és minden évben 1, illetve 2, most már 3 működik. Megtiszteltetés volt számomra, hogy Szabadki, Gyors és Rudabánya után meghívást kaptunk ide, és Szekér Tamás úr összehozott bennünket Ferkovics úrékkal, ami egyébként, és mondhatom így, hogy Józsi, mert hát mi amikor tegnap találkoztunk, úgy találkoztunk a többiekkel is, és a kollégáimmal is, akik ide érkeztek, mintha körülbelül 10 év óta együtt alkotnánk minden évben legalább 1 hét erejéig. Az, hogy a zene hogy kerül ide a képzőművészeti telepre, azt gondolom, hogy nagyon sokat nem kell magyarázni. Az, hogy milyen gyönyörű lehetőségek vannak, átjárhatóságok, fúziók vannak, és az, hogy az én szeretetem a képzőművészet felé talán ebben nyilvánul meg, és akkor így látható is. De hát igen, talán kevésbé ismert is egyébként, azt azért mondhatjuk, ugye? Vagy úgy azért Szent Martint a nagy közönség az leginkább zeneművészként ismeri. Az pont jó is úgy. Én nem szeretném ezt tovább, hogy mondjam, domborítani, de kedvemre teszek olyankor, amikor alkotok, és barátaim meglepetésére, akár ha verset írok, azt is kedvemből teszem, jó hangulattal, és zenésítem meg olykor.
Ha színháznak írok különböző darabokat, akár verses darabokat, azt is kedvemből teszem, tehát maradjon meg a fő csapás irány, ugye a fővonal a zenéjé. Én ezzel szeretnék hozzájárulni a művésztelepekhez is egy picit, és mondom saját szórakoztatásomra, hogyha úgy adja a lehetőség, van annyi idő rá, akkor elkezdek festegetni. Ott lehet látni egy festményt, amit félig készítettem el. Ez az idén a szabadkígyósi Venkheim kastélyban készült, de tényleg csak egy olyan 50%-a, 60%-a van még kész, a többit majd meglátjuk, hogy ez a hét adja. Ez egy szaxofon lesz, és lehet, hogy fordítva tettem. Nagyon jó, nagyon jól. Ez egy szaxofon és csiga, és az önmegvalósítás a magában a hangszerben, a magába visszafordulás, a kecsesség, a csigának a visszavonulása, az alkotás, amikor az ember gyakorol. Hát én egy kicsit össze fogom fűzni, és akkor, amikor elkészül a kép, akkor már kicsit jobban lehet magyarázni. Nem feltétlenül kell egy képet magyarázni. Amikor kiállítottunk különböző alkotásokat kiváló festőművész kollégáimtól, a budaörsi hatoktól, akik egyébként itt vannak, és itt fogják befejezni, egy nagyon nagy dologra készültek, itt fogják befejezni azt a sorozatot, ami a hét bűn, a hét erény, a hét pecsét folytatása. 2,5-szer 1,5 méteres festményeket el tudod képzelni, milyen nagyon nagy monumentális képek ezek. Ezt most fogják befejezni, tehát én azt gondolom, hogy ehhez is büszkén figyelhetünk majd, hogy Szombathely Herény adta nekünk a helyet, és novemberben egy csodálatos, különleges alkotásra hívjuk majd a kollégákat is, Ferkovics úrékat is, illetve hát a közönséget, mert hogy egyrészt ugye itt közösen alkottunk, azokat ők készítik, abban mi nem szólhatunk bele, csak csodáljuk. Viszont ott közösen fogunk alkotni, mert hogy amikor meghívjuk a vendégeket, akkor a zene egyfajta szabadságérzetet fog majd megalapozni, és az emberek hozzátesznek valamit, zenélnek, dobolnak, tapsolnak hozzá, és a budaörsi hatók, a Molnár Göb Zoli, a teljeség igénye nélkül mondom, a Pácelt Andrea, akkor a többiek, tehát hogy ők hozzá fognak annyit tenni a zeneiségükből is, mint annyit nem, mint a képekben, az fogja meghatározni az egészet. És hát a többi alkotók, bocsánat, többi alkotók pedig a Szabadkígyósról és a másik alkotóterületről, Rudabányáról, hát ők meg aztán azt mondom, hogy a különböző, hát olyan megvalósítások voltak, hogy igazán azt látni kell, a Facebook oldalamat nagy szeretettel ajánlom, mert összefoglalva, zanzásítva lehet majd ugye egerészni benne egy kicsit. Házigazdákról is beszéljünk, kik látják most vendégül a Szent Martin művészteletnek a tagjait, illetve kik vannak itt a Herényiek házában? Ahogy mondta, Szent Martin is, tehát az ő művésztelepéről jöttek a hatók. Mi is hatan vagyunk, tehát hogy ennyi is fér el ott Herényben. Úgyhogy most ugyanúgy Budapestről, Makóról, Vácról jöttek alkotók. Én is ugyanazt mondhatom, amit Szent Martin is, hogy meglepően nagyon gyorsan, tehát szinte nem is kellett itt ismerkedni meg egyébként. Van egy közös nyelv, igen. Egyszerűen csak leültünk, gitároztunk be, ezt aztán hajnal 3-ig itt nagyon szépen tehát ismerkedtek az emberek, úgyhogy tényleg, úgy, ahogy mondta Martin, már nem is ismerkedni kellett, hanem beszélgettünk, tehát volt. Így van, tehát tovább lépni. A mai nap már egy érdemben, tehát már mindenki elkezdte a munkálatokat, és ugye, ahogy mondtam, Martin, hát majd körülnék a kiállítás, amikor lesz pénteken, hát biztos ott is bemutatják majd a művészek ezt a hét pecsétnek a feltős, ez a monumentális képeket, meg természetesen a mi alkotásaink is ott lesznek, és erre várunk szeretettel minden érdeklődőt. Minden zajlik egy ilyen táboron. Miért jó ez a lehetőség? Mire ad alkalmat? Nyilván mutatunk a tavalyi táborban készített képeket. Mit jelent egy alkotónak? Az, aki egyébként hétköznapokban is ezt teszi, mondjuk azt kell mondjam, leginkább egyedül, mondjuk a műtermében. Nyilván az egy találkozási alkalom, a közös alkotótábor lehetőség. Itt egy az, hogy tehát most itt ennyi újdonság van, hogy
új emberekkel, tehát olyan alkotóművészekkel is találkoztunk, akit esetleg vagy újságból, vagy a médián keresztül ismert az ember. Személyesen mondjuk én is, meg szerintem sok társam is most találkozott az alkotókkal, ami nekünk úgy nagy öröm, tehát hogy a ő munkásságukat is megismerhetjük. A másik pedig a régi ismerősökkel meg azért jó, mert az emberek ilyenkor, tehát ahogy mondtad is, hogy magukban alkotnak, ilyenkor azért, amikor egy ilyen közösség összejön, különböző információcserék, akár a kiállításokról, vagy magánéletről, vagy bármiről, tehát itt ilyenkor nagyon sok minden szóba kerül, és ilyenkor hát végül is ilyen információcserék is vannak. Meg hát nyilvánvaló, hogy a alkotói munkával, különböző ilyen technikai, meg egyéb tanácsokkal, tehát nagyon sok minden történik egy ilyen alkotótáborban. És a másik, ami legfontosabb, hogy sok barátság kötődik, ismeretség, ami szerintem a legfontosabb. Inspirációs forrás is egyébként. Rengeteg impulzus éri az embereket, és nagyon sokan azt hiszik, hogy gyorsan ide megérkezünk, este összeismerkedünk, még éppen nem, legfeljebb kipakolják az alkotásra szükséges berendezéseket, majd akkor elkezdenek a következő napon. Aztán azt gondolja a rendező fél, hogy akkor hova szeretnének kiülni, tájba mennek, vagy nem, mert hogy mit szeretnének lefesteni. Szóval itt az alkotó nem így működik. Úgy működik, hogy beszélget, megszerzi a különböző ráhatásokat, jó hangulat kelekedik, aztán 2-3 napig valaki nem is alkot. Azt mondja valaki, hogy tudod mit, nem fogok ott alkotni, ha mégis igen, akkor majd meglátjuk, biztonság kedvéért hozok 2 alkotást. Mert ugye úgy beszéltük meg, hogy 2 alkotást itt kell hagyni. Na most, és akkor többiek néznek, hogy te ő most miért nem dolgozik, mit csinál ott a sarokban? Dolgozik. Néz, pontosan így van. Szemléli, nézi, és akár nem azért, hogy lekoppints a Ferkovics úrnak a technikáját, vagy... De abból is, nyilván, hát nem fogja vék alá rejteni, és akkor ott kendő alatt festeni a lánságát, de ez lehet, hanem hogy ő olyankor is filmez. És érdekes módon például, ahogy érkeztünk Rudabányára, az utazás alkalmával a vonaton az egyik festőművész, Pap Nóri barátom találkozott egy úrral, aki az ő számára nagyon érdekes volt. Egy idős ember, aki a botra támaszkodott, ekkora bajusza, 3 nap múlva megfestette, elkészítette, és mindenki ámult, bámult, és valaki megismerte, és azt mondta, hogy hát ő innen jött el, vagy Szuhogyról, vagy nem tudom, a mellettelő településről. Tehát ez már az egy jó érzésű dolog, hogy nem feltétlenül azt kell lefesteni, amit látunk, bár azt mondom, hogy jó, nyilván ugye azokról beszélek, mert most még elég kevés, bár jó hangulatú dolog történt tegnap is, de hogy elég kevés még az információ innen, de az előző 2-ről például, vagy az első 7 évről tudok bővebben beszélni, és a szabadkígyosi alkotóterület, ugye a Weinheim kastély, amit jövőre fognak elkezdeni felújítani, az pedig arra adott okot, hogy valaki azt mondja, hát igen, szépen én megfestem a bejáratát, vagy azt a szinte már romos, eléggé patinás épületet, ablakszerkezetet, vagy tornyot. Lefestették, és gyorsan, mert hogy a Weinheim család leszármazottjai közül ott voltak 8-an, 2 meg is vásároltak gyorsan, mert felismerték a gyerekkorukat, ugye mindegy, nem is kell nagyon magyarázni, úgyhogy 2 gyorsan elvittek belőle. Ez az alkotóknak a legeslegnagyobb dolog. Az, hogy én eljátszom ott, muzsikálgatok, nyilván nekem jó érzés, mert megérinti esetleg őket, vagy tőlük kapok valamit, vagy egyre lelkesebbek is alkotnak, ahogy ugye ezt tettük már többször, de az ő alkotásaik itt megszületnek, a produktumok ott vannak innen, és milyen öröm, hogyha valaki azt mondja, hogy kérem szépen, ez megtetszett, és már viszem. Ez pénteken látható majd a Herényiek házában, de úgy tudom, hogy azért, hogyha valakinek kedve támad megnézni, hogy zajlik az alkotás folyamata is. Tehát bármikor látogatható, ha esetleg érdeklődők vannak, természetesen szívesen látjuk őket. Van már most is olyan, aki mivel audidakta itt a környéken él, és szeretett volna, ugyanúgy köztünk leül, ő is festeget, úgyhogy tehát mindenkit szeretettel várunk. Pénteken valóban este 6 órakor lesz a kiállítás megnyitó. Oda is tisztelettel várunk mindenkit, és természetesen utána 7 órakor a
Szent György templomban a Szent Martin koncertre. Akár egy kis improvizáció erről a hétről, ott valamit majd árulkodni fog. Jó. Jó. Köszönöm szépen a beszélgetést, jó munkát, jó inspirálódást kívánok önöknek, önöket pedig arra biztatom akkor, hogyha tehetik a pénteki kiállítás megnyitóra, illetve a koncertre látogassanak el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét a továbbiakban, és viszontlátásra. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál szépségszalon gondoskodott. A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette.